600 zsidó származású nőt, gyereket és férfit hurcoltak el Szekszárdról és a környékéről 1944-ben koncentrációs táborba. Rájuk emlékeztek vasárnap a Tolnai megyeszékhely egykori zsinagógájában, a mai művészetek házában. Annyit meg kell tenni a mai világnak, hogy megemlékezik róluk, a zsidó nép mártírjairól, és emlékeztet. Dacs Péter rabbia a megemlékezésen arról beszélt, hogy a holokauszt előtt Szekszárdon jelentős számú zsidó ember élt. Mint fogalmazott Rubenstein Mátyás rabbit, aki 42 évig szolgálta az izraelita közösséget, az egész világon ismerték, de kiemelkedő orvosok, ügyvédek és kereskedők is voltak a szekszárdi zsidók között. Őket mind gázkamrában végezték ki. Mártír emlékművekkel emlékeztetjük a következő nemzedéket. Emlékeztetnünk kell a jövő generációját a borzalmakra, hogy többet ilyen ne fordulhasson elő. Gyurkovics János, a Tolnai megyeszékhely alpolgármestere azt mondta, hogy az egykori zsinagóga épülete olyan hajdani szekszárdi emberek tekintetét őrzi, akik távoli gázkamrákban hunytak el. A hely, ahol most vagyunk, tudjuk jól, egykor zsinagógaként szolgált. Ha bármikor belépünk ide, soha ne feledkezzünk meg arról, hogy e falak igen sok olyan szekszárdi zsidó ember tekintetét is őrzik, akik ott valamelyik tábor mélyén lelték szörnyű pusztulásukat. A szekszárdi holokauszt megemlékezés koszorúzással és a zsidó hagyománynak megfelelően kövek elhelyezésével ért véget.